17 ezernél is több olyan család van Magyarországon, ahol a gyermek folyamatosan gondozásra szorul. Az ilyen családoknál az egyik szülő olyan szolgálatot végez, amely sok lemondással jár, és nagyon tiszteletreméltó, hangoztatta Novák Katalin. Ezért 2019. január 1-től bevezetik a gyermekek otthongondozási díját. Ez egy új ellátási forma. Mindenki bekerül ebbe a kategóriába, aki jelenleg ápolási díjjal van otthon a gyermekével, és innentől, jövő év január 1-től 100 000 forintot kap mindenki, aki a gyermekét otthonában gondozza, mert hogy az egy önellátásra képtelen gyermek, és ezt az ellátást, ezt jövő év után, a rákövetkező 3 évben is évente úgy emeljük, hogy 2022-re eléri a minimálbérnek, az akkori minimálbérnek az összegét, tehát mondhatjuk azt, hogy 2022-ben azok, akik az önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápolják, a gyermekek otthongondozási díjának keretében egy minimálbérnek megfelelő összeget fognak kapni. Azok a családok, amelyek több önellátásra képtelen gyermeket is nevelnek, másfélszeres összegű gyermekápolási díjat kapnak, tehát bruttó 150 ezer forintot. A gyermekek otthongondozási díját nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség terheli. Azt látjuk, hogyha az ápolási díjban részesülőknek az egészét nézzük, tehát azt az 50 ezer embert, aki ilyen ápolási díjra jogosult, ott az Észak-Kelet-Magyarországi régió az felülreprezentált, tehát ott arányaiban többen jogosultak erre, de már hogyha a gyerekek után járó támogatást nézzük, akkor azért nem mutatkozik meg ez a különbség, vagy ez a jelenség, ez már annyira nem tapasztalható. Pontos változás az is, hogy akik nem a gyermekükről gondoskodnak, de ápolási díjra jogosultak, 2022-re 30%-kal nagyobb összeget fognak kapni, mint jelenleg.